labdarúgással folytatjuk. Az apropója pedig az, hogy bajnok lett a Videoton, 4 fordulóval a bajnokság vége előtt. Vendégem Búcsa Győző, a Székesfehérvári klub szakmai igazgatója. Érdekes dolog ez, mert 13 pont előnnyel nyertétek meg, ugyan még nincs vége a bajnokságnak, de olyan fölényesen vezettek a bajnokságban, hogy most már szinte biztos, hogy tiétek lesz az aranyérem. Ez benne megfogalmazott egy kérdést, hogy ennyire jó a Videoton, vagy a többi csapat jutott az átlagosnál valamivel gyengébbet? Szerintem mind a kettő igaz. Ennyire jó a Videoton, meg azért a többi csapat az átlagnál gyengébbet nyújtott. Mivel emelkedik ki a Videoton a többi közül, mert például ugye azt látom, hogy mindössze csak 10 gólt kapott a 62-vel szemben, és ez azt jelenti, ugye, hogy nagyon jó a védelme. Ugyanakkor én meg ugye a Debrecen elleni mérkőzést látva azt vettem észre, azt tapasztaltam, hogy egy picit azért zavarba lehet hozni a védelmét a Videotonnak. Külön kell választani azokat a csapatokat, akik a mezőnynek az erősebbik, tehát az élbolyhoz tartozik, gondolok a Ferencvárosra, Debrecenre, akik azért stabilabbak, meg van egy másik része a bajnokságunknak, akik viszont nem nagyon tudnak ellenünk kidolgozni helyzeteket, mert elég szervezetten védekezünk. Most, hogy ennyi előnyt össze tudtunk hozni, azért ahhoz az is kellett, hogy a Videoton minden feltételt biztosít magyar körülmények között a csapatnak, ahhoz, hogy így szerepeljen, amire mondhatjuk azt, hogy ez szerintem egy folyamatos elvárás lesz a csapattal szemben. Van egy 25 fős játékos keretünk a kupamérkőzésen, vagy a bajnokin, mindegy, hogy ki játszik. Ha van egy-két hiányzónk, minden gond nélkül zökkenőmentesen tudjuk pótolni. Tehát a Videoton titka abban jelzik, hogy nagyon szervezett klub, jó körülményeket biztosít, és rendkívül jó játékosokkal rendelkezik. Természetesen ehhez igazoltam a nyáron egy fiatal, ambiciózus edzőt, aki az első évben mindjárt bajnok csapatot tudott csinálni. Amikor visszatértél a labdarúgásba, és szerintem köztudott rólad, hogy te egy nagyon szép futballkarriert futottál be játékosként és edzőként is, majd utána 10-valahány évig, vagy talán 20-ig is, ugye távol tartottad magad a labdarúgásra, és egy évet értél vissza rögtön szakmai igazgatóként Fehérvárra, abba a csapatba, abba a városba, ahol szintén szép sikereket értél el, hiszen játszottál az UEFA Kupa döntős együttesben is. Így képzelted a visszatérésedet, vagy hagytál magadnak egy kis türelmi időt még? Hát magammal szemben nincs sok türelmi idő, tehát én úgy gondoltam, ahova megyek, azért ott valaminek látszani kell, minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nekem a legfőbb célom az volt, hogy minimális hely a kupa szereplés elérése, de a téli szezon után olyan előnyre tudtunk szert tenni, amivel azt mondtam, hogy erre már nagyon vigyázni kell, nem lehet, hogy ezt az előnyt mi elengedjük. Mire elég ez a bajnoki cím? Ugye még lehet ebből egy kupagyőzelem is, mert ugye versenyben vagytok a Magyar Kupa elnyerésért is, hiszen május 20-án játszátok a döntőt a Ferencvárossal a Grupama arénába. Mire elég ez a bajnoki cím a BL-be? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és láthatod rajtam, hogy én nem vagyok elájulva attól, hogy mi megnyertük a bajnokságot, mert nagyon tisztán látom a különbséget a BL, mondjuk a csoportkör és a mi csapatunk között, de azt nem is ígértük, hogy itt egy éven belül vagy két éven belül BL csoportkörös csapat lesz. Egyet ígértünk, hogy szisztematikusan elkezdünk építkezni. Az idei célunk az volt, hogy végezzünk olyan helyen, ahol ami nemzetközi szereplést biztosít, ezt elértük, sőt ennél azt hiszem egy kicsit jobbat is, mert bajnokok lettünk, tehát indultunk a Bajnokok Ligájába. A télen én már igazoltam úgy játékosokat, hogy ne nyáron kelljen beépülni, hogy ennek a szezonnak az a feladata, hogy azok az új játékosok is beépüljenek, a keretünk még erősebb legyen, hogy ne csak a magyar bajnokságot, hanem a magyar bajnokságot nyerjük meg mondjuk jövőre is, illetve a BL-be tudjunk úgy fölkészülni, hogy legyen a csapatnak tartása, és elmondhassuk azt, hogy lépegetünk folyamatosan előre, és fejlődünk.
Ha már az igazolásokat említetted, ajutom márciusban igazoltatok egy holland védőt. Hol tart annak az átigazolás, vagy honosítása, vagy a játékengedélye? Mert ugye sokan azt várták, hogy még a bajnokság vége felé bemutatkozik a csapatban, és nem tudom, hogy van-e erre még esély. Hát esély van, amikor idejött, ő megsérült, egy viszonylag komoly sérülés szerzett Debrecenbe, de most már rendben van. Hát számunkra ez a 4 hátralevő mérkőzés arra jó, hogy azok a játékosok, akik kevesebb lehetőséget kaptak a bajnokságba, elsősorban gondolok az újakra, hogy azokat meg kell kezdeni beépíteni, mert lesznek a nyáron távozó játékosaink is, és azoknak a pótlására már az emberek megvannak. Tehát már látjátok azt a magot, ami köré lehet építkezni, és a BL csoportkörében sorsolástól függően, de megfelelően szerepelni. Hát igyekszünk, látjuk, meg továbbra is erősíteni akarjuk a keretet. Annyit el kell mondanom, hogy azért Magyarország nem a legszínvonalasabb bajnokság, bármilyen nehéz tudomásul vennünk ide, nem olyan egyszerű, komoly futballkultúrával rendelkező országok játékosait ideigazolni, mert ez nem egy ugródeszka ahhoz, hogy a jobb helyre menjen, hanem most amit tudunk kínálni, hogy egy BL indulási jog, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Meglepő nyilatkozatot olvastam a Carillótól, a Vidatan edzőjétől, annak kapcsán, hogy megnyertitek a bajnokságot, azt mondta, hogy most már annyira várja a bajnokság végét, hogy most már ő is elmegy majd pihenni egy kicsit szabadságra, vagy nyaralni. Én meg ugye azt mondanám magamban, ha én edző lennék, hogy én már egy ilyen helyzetben egy percet sem pihenek, hanem inkább készülök a BL-re, a csoportkörökre, hogy minél jobban összerázzam a csapatot, minél jobban felkészítsem, hogy végre megszakadjon már az a áldatlan sorozat, ami a magyar csapatokat jellemezte a BL indulás során. Neked mi erről a véleményed? Hát én az edző nevében nem szeretnék nyilatkozni, ő tudja, hogy milyen állapotban van, mennyire fáradt el ebbe az egész éves munkába, mert biztos, hogy ezért minden mérkőzést megnyeri nem egyszerű dolog, egyetlen egy vereségünk van. De úgy gondolom, ha ez az ő döntése, én ezt tudomásul veszem, és nem is akarom különösebben kommentálni. Jó. Mi az, amit még el szeretne érni a videóton, túl azon, hogy esetleg a Magyar Kupát megnyeri, és mondtad, hogy vannak távlati célok is. Mennyire látod ennek az esélyét? Hát amit én elterveztem, az, hogy amire megépül az új stadionunk, az 2017 vége a várható időpont, hogy addigra szeretnék egy olyan csapatot összehozni, amelyik már a BL csoportkörig, tehát nem a selejtező körben, csoportkörig is el tud jutni, vagy az Európa kupába minimum. Említettem, hogy már voltál magyar bajnok, a Rábertóval, Európa kupa döntős a Videótonnal. Hova teszed ezt a sikert a te szakmai karrieredbe, pályafutásodba? Hát ezzel még nem volt időm gondolkodni, hogy hova teszem. Egy biztos, hogy ez egy teljesen más feladat, mint amit eddig csináltam, ami egy érdekes, ami egy nagy kihívás számomra, és örülök, hogy elvállaltam, mert ez egy olyan összetett feladat, ahol az embernek, üzletembernek kell lenni, pedagógusnak, pszichológusnak, és igazából valamit a focihoz is illik érteni, hogy ebből az egyvelekből tudjon olyan milliót kialakítani, hogy az sikeres legyen. Köszönöm szépen, és kívánjuk, hogy ebből a mixből minél jobb eredmények szülesnek, és jövőre is ugyanígy beszélgethessünk itt egy újabb videóton siker után.